Sziasztok! A mai videóban két lemezt fogok nektek bemutatni. Az egyik a Jackson 5 Motown Christmas album, a másik pedig a Michael Jackson Instrumental Version Collection. Akkor nézzük is, hogy mit tartalmaznak. Nézzük először a Christmas albumot, vagyis a karácsonyi lemezt. Ez egy 94-ben kiadott verzió, a Spectrum Music adta ki, tehát nem teljesen olyan, mint az eredeti. Így néz ki belülről. Egyébként Németországban jelent meg, legalábbis ez a verzió. Na nézzük, mi van rajta. Have yourself a merry little Christmas. Santa Claus is coming to town. The Christmas song. Up on the housetop. Frosty the snowman. The little drummer boy. Rudolph the red-nosed reindeer. Christmas won't be the same this year. Give love on Christmas Day. Someday at Christmas. I serve my mommy kissed Santa Claus. Na, szóval ezek találhatók rajta. $500 vettem használtan, még nagyon-nagyon régen. Szóval egy jó kis kiadvány, karácsonykor érdemes hallgatni. Jó kis hangulatot csinál ez is. De nézzük a másik lemezt. Ez egy japán kiadású. Ahogy látjátok. Eredetileg 1988. november 21-én jelent meg, és 96. december 1-én adták ki újból. Sajnos csak 7 dal tartalmaz, de hát mondjuk ez is jó azért. A Billie Jean-nek, a Tealer-nek, a Bad-nek, The Way You Make Me Feel-nek, Man in the Mirror-nek, Dirty Diana-nak és az Another Part of Me-nek az instrumentális változatát. Belülről így néz ki a lemez. És ahogy már megszokhattuk ezektől a japán kiadványoktól, egy különálló kis papíron van rajta a daloknak a szövege. Érdekes, hogy ezen csak angolul van, mert japánul is rá szokták írni. De ezen most csak angolul van. Szóval ez lenne az Instrumental Version Collection. Aki tudja, szerezze be, mert hát egy jó kis kiadvány. Szóval ennyi lett volna mára. Ahogy szoktam, most is majd leírásba oda teszem a kiadványoknak az adatait, meg mindent. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok, remélem holnap is velem tartatok, vagy legközelebb, és legyen szép napotok, sziasztok!